Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Következő kísérletünkben a szőlőcukor redukáló hatását fogjuk kimutatni Fehling reakcióval. Ehhez szükségünk lesz két reagensre, a Fehling 1, illetve Fehling 2 reagensre, illetve különböző oldatokra. Először is készítünk egy szőlőcukor oldatot. Elegendő nekünk most kis mennyiség, illetve szaharóz oldatot. Ezeket fogjuk megvizsgálni. Valamint készítettem tulajdonképpen almalevet. Dörzsmozsában az almát eldörzsöltem, egy icipicit a tartalmát felforraltam, majd tölcsér, illetve szűrőpapír segítségével leszűrtem. Ezt is meg fogjuk vizsgálni, vajon tartalmaz-e glükózt. Jó. A vizsgálatunkhoz először a Fehling 1 reagenst töltjük bele a kémcsöveinkbe. Ez tulajdonképpen rézszulfát oldat. Majd pedig hozzáadjuk a másik reagenst. Látható, hogy egy sötétkék csapadék keletkezett, tehát még öntenünk kell hozzá a csapadék feloldódásáig, és egy gyönyörű szép mélykék színű oldatot fogunk kapni. Ha ezzel megvolnánk, akkor hozzáadjuk ezekhez a reagensekhez a vizsgálandó oldatainkat. Először az elkészített szőlőcukor, glükóz oldat kerül bele. Itt még semmi sem történik. Ezért melegítsük meg ezt az oldatot. Annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy a glükóz redukáló hatással bír el. Nyitláncú formában az oxocsoport láncvégi helyzetű, tehát egy aldehid funkciós csoport figyelhető meg nála, ami redukáló tulajdonságú. Melegítés hatására elméletileg azt kell, hogy kapjuk, hogy ennek a gyönyörű mélykék oldatnak a színe meg fog változni. Már a kémcső tetején lehet látni, hogy ténylegesen eltűnik, és egy zöldes szín jelenik meg először. A réz tulajdonképpen rézoxid keletkezik, ami pirosas színű. Jó, tehát itt nagyon szépen látható, hogy ténylegesen
megjelenik ez a rézoxin. Tehát ebből azt a következtetést mondjuk le, hogy a glükóz redukáló tulajdonságú. A második kémcsövünkbe a szaharóz oldatot, tehát a kristálycukor oldatot tesszük. Amiről tudjuk, hogy diszaharid, nem nyílnak fel a gyűrűk, ebben a monoszaharid gyűrűk nem nyílnak fel vizes oldatban, tehát nem kapjuk vissza az aldehid csoportot, ezért nem várunk redukáló tulajdonságot. És melegítés hatására sem fog elszíneződni. Jó, tehát ezt hiába melegítjük, itt nem történik semmi színreakció. A harmadik kémcsövünkhöz az almából nyert oldatot öntjük. Az alma termése tartalmaz glükózt, tehát akkor nyilván azt várjuk, hogy megjelenik a vörös színreakció, egyébként fruktózt is tartalmaz, de bizonyos mértékig ez is mutatja nekünk a redukáló hatást. Jó, itt már lehet is látni, hogy elkezdődött ugye a réz redukciója. És megjelenik a rézegyoxid vöröses színe. Jó, tehát ezzel láthatjuk, hogy a glükóz, illetve az almalé redukáló hatású, a szaharóz pedig nem. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!